A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Bertalan Józsefet, a Bertalan és Társa Kft. Ügyvezető igazgatóját, akinek 2023. október 20-án Pro Aquacultura Hungária díjat adományozott Nagy István agrárminiszter, a természetes vízi halászat ismereteinek, a szakma örökségének, az ökológiai alapú, horgászati célú haltermelés gyakorlatába történő sikeres átvezetéséért. Kun József Gergely, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége jóvoltából, valamint az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány támogatásával 2023-ban meghirdetésre került Magyarok Kenyere, a Jövőért Ösztöndíj program keretében támogatásban részesült, melyhez a testület nevében Szepesi Tibor polgármester gratulált. A köszöntéseket követően a képviselőtestület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy 2024. január 1-től a 2024. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig terjedő átmeneti gazdálkodási időszakban az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, kiadásait fedezze. A képviselőtestület egyhangulag jóváhagyta a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását. Elfogadásra került a képviselőtestület 2024. évi munkaterve, a 2024. évi belső ellenőrzési terv, valamint a 2024. évi bankszámla hitelszerződés megkötésére tett javaslat. A Václav Felcák Alapítvány Dva Bratanki címmel pályázatot hirdetett, melynek célja a magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok támogatása. A pályázaton való részvételt a képviselőtestület egyhangulag jóváhagyta, melynek sikeressége esetén a Karcagi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának tagjai vennének részt egy edzőtáborban, lengyel testvérvárosunkban, Krosno Odranszkijében. A 2012-ben Karcagról indult a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei programhoz, a 2024-es évben is csatlakozik a Karcagvárosi Önkormányzat. A Karcag Dózsa György út 2 szám alatti 12 négyzetméter alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség műkörmös szalon üzemeltetés céljára történő bérbeadásáról is döntött a testület. A 2024. január 1-én életbe lépő, a pedagógusok új életpályájáról szóló jogszabály miatt szükségessé vált a Madarász Imre Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítása. A Karcagi Erőforrás Kft.-vel 2009-ben a K127-es számú termálkút kísérőgáz leválasztásához szükséges építmények és berendezések tekintetében kötött bérleti szerződés további 5 évvel történő meghosszabbításáról is egyhangú jóváhagyás született. A Karcag belterület 539/6 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 11 hektáros alapterületű részét a Karcagvárosi Önkormányzat értékesíti a Jászhegy-Kun-Szolnok vármegyei önkormányzat részére, mely az iparterület fejlesztése Karcagon elnevezésű projekt megvalósítása miatt vált szükségessé. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint 2024. január 31-én szerdán 15 órai kezdett el tart ülést.